Egy több hetes nyári felkészülési folyamat kezdődött a Dunajvárosi Acél BK kékkorong csapatánál. Az alakulat Samogyi Balázs vezetőedző irányításával nagyon komolyan készül a következő szezonra. Az első erőfelmérőn már túl van a csapat, szó szerint. Az elmúlt hetekben leginkább fizikai felkészülésen volt a hangsúly. Június elején megnézték azt is, hogy hol tartanak a játékosok, ki milyen teljesítményre képes és kinek van szüksége további segítségre. Erre a felmérőre kaptunk meghívást, és itt értékelte az elmúlt hetek eredményeit a szakember. Túl vagyunk 3 hét felkészülésen, 3,5 hét felkészülésen. A program az előző edzők és jól bevált nyári felkészülések alapján lett összerakva. Próbáljuk a játékosokat minél nagyobb kihívás elé állítani. Nagyon nehéz program, nagyon sok futás, nagyon sok kondi, úgyhogy nem csak az erőlétet fogja ezt javítani, hanem szerintem a mentális felkészültségét is egy kicsit, hiszen hosszú a program, meg tényleg nagyon, nagyon sok kitartás kell hozzá. Elérkeztünk az első állomásunkig, amikor tesztelünk egyet, megnézzük, hogy ez a 3,5 hét hogy sikerült. Utána a jövőben pedig majd lesz július 5-én még egy tesztünk, ahol viszont már konkrét számokat várunk el a játékosoktól, és szeretnénk látni azt, hogy ez a nyári felkészülés igenis jól működik. Az eddig látottak elnyerték a mester tetszését. Somogyi Balázs szerint a játékosok motiváltak voltak az elmúlt 3 hétben, s bár érződött rajtuk egy kis mentális fáradtság, jó úton haladnak. A csapat pedig számít a fiatal játékosokra is. Pont azt láttam, amit vártam. Az első helyiten másfélben nagyon motiváltak voltak, utána láttam rajtuk a mentális fáradtságot, de egy idő után azért mindenki átlendül egy kicsit a holtponton, úgyhogy rajtuk is ezt láttam. Egyre nagyon jól állnak bele a munkába, én úgy gondolom, hogy mindenki látszik az, hogy igenis fejlődni szeretnének a nyáron, főleg a fiatalok, akik még először kóstolnak bele a felnőtt edzésekbe, úgyhogy reméljük, hogy ez kitart majd egész nyáron. A játékos keretet érintő változásokról korábban már olvashattak a Dunajváros online-on is. Az érkezők egyike Tóth Gergely. A játékos elmondta, a vezetőedzőt régóta ismeri, nagyon jó köztük a kapcsolat. A felvázolt tervek és a stílus, amit a csapat játszani szeretne, pedig meggyőző volt számára. Somát már régóta ismerem, és hál' Istennek nagyon jó a kapcsolatunk. Így az első beszélgetés után elég meggyőző volt, amiket mondott, mik a tervei. Nagyon agresszív fokit szeretne játszani, ami nekem fekszik, szeretem az ilyen stílusi meccseket, és igazából az első beszélgetés után nem volt bennem több kérdés, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség újra itthon játszani. Több hetes felkészülés vár tehát a játékosokra a következő szezon nyitánya előtt. Tóth Gergely ezzel kapcsolatban is elégedetten nyilatkozott. A felkészülés kemény, de eredményes a program, és jó úton haladnak. Ismerkedik a csapat fiatal játékosaival is. Természetesen ilyenkor egy szezon után van azért egy pihenőidő, ami nekem is megvolt. Most már 3-4 hete csináljuk a felkészülést, ami szerintem nagyon kemény programunk van, tehát biztos nagyon jó állapotban leszünk, igaz, még messze van a kezdés, de szerintem nagyon jó úton haladunk. Én Pesten edzettem 3 hétig, most itthon voltam 1 hetet, ugye belenéztem itt is, hogy a srácok hogy dolgoznak, és nagyon meg vagyok elégedve. A Dunajvárosi Acél BK népes szurkolótábora már nagyon várja a következő szezont és a jó eredményeket. A játékosok már készülnek, mindannyian szorítunk a csapatért.